Professzor úr, ön is részt vett az Év Agrárembere díjkiosztó gáláján, és látta a díjazottakat, ismerte a névsort. Milyennek látja az idei díjazottakat? Ez most volt a harmadik gála, ahol díjkiosztásra kerültek. Nagyon bölcs ötletnek tartottam már annak idején, amikor szóba került, hogy egy ilyen nagy szervezés legyen. Ennek a gyermekbetegségei megvannak, most már harmadik éves, egyre jobb. A kategóriák megfelelőek, azon el tud gondolkodni mindig a író, hogy milyen kategóriákat indít, de azzal, hogy lehetőséget ad különböző területeken fiataloknak bemutatkozására, előtérbe kerülésére, az a hihetetlen sokat segít az agráriumnak. Ugye itt kategóriánként egy-egy győztes van, de minimum hárommal készülnek interjúk, tehát felüdítő, amikor az ember látja azt a közönség soraiból is, hogy mennyi arra alkalmas és arra érett fiatal kerül a körképbe. Ez természetesen nem csak a fiatal gazdász kategóriában volt így, hanem még 3-4 kategóriában voltak fiatalok, ami számomra nagyon kellemes, mert nagyon sokat hallunk arról, hogy az agráriumban van egy öregedési folyamat, ami természetesen igaz. De ha csak azt csináljuk, hogy évente azt mondjuk, hogy most egy évvel öregedett az agrártársadalom, akkor nem sokat nyerünk. Tehát mindenféleképpen meg kell nyerni fiatalokat arra, hogy vállalják ezt a gyönyörű szakmát. Ugye aki a városban él, az nem biztos, hogy se tudja fogni, hogy minden arról szól körülöttünk, hogy tiszta a vízünk, jó-e a levegő, megfelelő minőségű élelmiszerhez jutunk-e. Ez a három alapvető fontosságú dolog, amit sajnos volt még az Omegának egy ilyen 20. századi Városlakó című lemeze, és most már 21. századi városlakók is úgy jönnek el, hogy nem mindig értékelik a kellő súlyán, hogy mivel jár az, hogy egy egészséges termék kerül az asztalukra, akár piacról, zöldségről, gyümölcsről beszélünk, akár olyan ételekről, ami állati eredetűek feldolgozott formába kerülnek, hát ehhez hihetetlen nagy tudásra és hihetetlen odafigyelésre van szükség. Minden olyan kezdeményezés, mindez az Év Agrárembere, a sajtóban megjelenés, azok a műsorok, amit önök csinálnak, és a különböző egyéb tévétársaságoknál, agráriummal kapcsolatban, agráriummal foglalkozó műsorok, azok nagyon sokat segítenek. Én egy kicsit, ha beleszólhatnék, akkor a műsoridőket tenném olyanná, hogy nem mindig csak a gazdálkodóknak megfelelő műsoridőben legyen, hanem egyszerűen az oktatásba be lehessen éleszteni, hogy azt is el tudnám képzelni, hogy egy-egy ilyen riportsorozatot, ezek 20-25 perces műsorok oktatásba is behozni, hogy lássák a fiatalok akár középiskolába, akár felsőbe. És van egy hihetetlen nagy szerep a középiskolásoknak a megszólítása. Ugye most már rájött mindenki, hogyha azt akarjuk, hogy környezetbarát módon gondolkodjon mindenki, hogy ne csak a fogyasztás irányába menjenek el, azt el kell kezdeni viszonylag korán. Tehát most már nagyon jó programok vannak óvodákban, nagyon jó programok vannak iskolákban. Én láttam ma olyat, amikor egy óvodáskorú gyerek rászólt az édesapjára, mert valami kiesett a kezéből, tehát nem szándékosan szemetelt, de adott a kisgyereknek egy cukrot, és leesett a papír, és akkor a kisgyerek mondta, hogy apának nem ott van a helye. Tehát ez így elindult, akkor ezt ki kellene szélesíteni az életnek azokra a területre, és amik meghatározók. Tehát ahhoz, hogy egészségesek legyünk, ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, ahhoz, hogy ne a folyamatos rossz irányba mozduljunk el, ahhoz az kell, hogy az alapdolgokkal is tisztában legyünk, és az alapdolgokhoz hozzátartozik a mezőgazdaság, hozzátartozik az élelmiszeripar. Tehát az egész vertikumot át kellene tudni gondolni, de ez az kell, hogy nyugalom legyen, üljünk le, beszéljük meg, ne elszabadult ötletek legyenek. Itt egy jó példa egyébként ez az Év Agrárembere, mert itt különböző kategóriákat, különböző cégek szponzorálnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb területről össze kell ülniük egy asztalhoz, megbeszélni a főcsapás irányokat, és akkor ennek megfelelően kell megszervezni az egészet. És ugye kicsit kívülállóként azt látja az ember, hogy nagyon nehéz néha még nekik is túllépni a saját érdekeltségi körükön, de 11-en vannak legalább, meg a fődíjnak a szponzor, tehát ez egy ilyen érdekes vállalkozás. Nagyon sokat lehet belőle tanulni, nagyon sokat lehet finomítani. És még egyszer mondom, én úgy érzékeltem az elmúlt időszakban, hogy a 3 év alatt ez a folyamatos fejlődés, ez megtörtént, és van jövője ennek, hogy rendesen kitartunk. És aki szervezi az egészet, az látszik, hogy ő ki fog tartani mellette, tehát olyan karakter.